Idei harmadik nagyobb volumenű rendezvényét bonyolított a Bábolnán a Magyar Lovas Szövetség díjugrató szakága június első hétvégéjén. A világkupa esemény helyi rekordot hozott, a 4 nap alatt 11 ország 260 versenyzője 350 lóval állt rajthoz a színvonalas versenysorozaton. Díjugrató szakák töretlen sikerrel jön általában Bábolnára. Idén is több színvonalas versenyt rendeztetek, illetve fogtok még rendezni itt a Ménes Birtok pályáján. Melyek ezek? Hát most egy nagy nemzetközi versenyben vagyunk benne, hiszen 350 ló talán még soha nem volt Bábolnán. 260 lovas, 11 ország. Azt gondolom, hogy ez egy komoly esemény, és talán eddig a legnépesebb mezőn gyűlt össze Bábolnán. És hát folytatjuk azt az utat, amit ez a pálya, amióta ez át lett adva közel, szerintem most már egy évtizede mindig is megmutatott, és hiszen Bábolnán a ló mindig központi szerepet játszott. Ez a díjugrató verseny volt az év csúcseseménye. Most a nagy díjon vagyunk túl, ahol lengyel győzelem volt és magyar helyezések itt a további helyeken. Utánpótlás korosztálynak válogató versenyek voltak, és azt gondolom igazán jó sportot láthatott itt a közönség most, de lesz még folytatás, hiszen Bábolna a versenynaptárban még sok-sok versenyen szerepel a következő időszakban. Ha jól értelmezem, akkor a mai verseny egy világkupa forduló is volt, ez mit jelent? Ez egy nagy nemzetközi verseny volt, a CSIO részén csapatverseny volt az utánpótlás korosztálynak, itt pedig közel 30 ezer eurós pénzdíje, 145 cm-es akadályokon versenyeztek a felnőtt lovasok. Ilyenkor a hazai díjugrató társadalom krémje színe java itt van? Az utánpótlása igen, de idén ugye az olimpiai kvótaszerző év van, és akik 2023-ban az olimpiai kvótaszerző versenyen fognak menni, azok most nem jöttek el, hiszen Lengyelországban lesz egy 5 csillagos verseny, ott készülünk arra a prágai mindent eldöntő kvótaszerző verseny, ahol eldől, hogy Magyarország hosszú-hosszú évtizedek után talán most eséllyel pályázik arra, hogy csapatban, a díjugratásban olimpiai kvótát szerezzen. Őnekik most az a feladatuk, de ezen kívül így is már nehéz volt hova elrakni a lovakat, szóval teljesen telt ház volt itt Bábolnán most is. Milyen jelen pillanatban az utánpótlás? Említetted, hogy itt elsősorban az utánpótlás korosztályok remekeltek. Két csapatverseny volt, mind a kettőt megnyerte Magyarország. Készülünk az olaszországi Európa-bajnokságra, úgy gondolom, hogy a magyar utánpótlás azért az elmúlt évtizedben bizonyított arany, ezüst és bronzérmeket nyert Európa-bajnokságon. Van, tehát mind mennyiségben, mind minőségben úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Mikor és milyen versenyekkel tértek vissza Bábolnára? Ugye itt lesz egy ilyen hétköznapi verseny nyáron majd, utána pedig lesz a championátus forduló, regionális döntő, megyei döntő. Úgy gondolom, hogy még 4, ha jól számolom, 4 nagy díjugrató verseny lesz, amik 3 vagy 4 naposok lesznek.